Művészbejáró című videomagazinunkban ezúttal a Mohácsi testvérek William Shakespeare alapján a Velencei Kalmár című átdolgozásával ismerkedhetnek meg. Beszélgetünk az előadás szereplőivel, Gáspár Sándorral és Hevér Gáborral. Szeretek a Mohácsival dolgozni, úgyhogy ez az, a sok nyüge és baja mellett is azért ez egy nagyon jó munka. Ez, szerintem az egyik legmélyebb színházi munka, amit én szoktam csinálni, vagy amit én csinálok. Mert többek között az is, mert lassú, és ebben a lassúságban minden olyan dolog rád van bízva, amit neked kell megtudnod arról az Antónióról. A Mohácsi soha nem mond semmit, hogy ő milyen. Ez nagyjából benne van a szövegekben, meg amiket enged, hogy hozzátegyél, vagy nem. Hogy abból kirajzolódik annak az embernek az igazi karaktere, meg az igazi habitusa. És így aztán ez az Antónió, ez egy egészen más Antónió lett, mint ami az eredeti darabban van. Többek között például sokkal többet van színen, mint az eredetiben. A János akarta, hogy itt azért mégiscsak legyen egy társaság, egy galéria, mondjuk az Antónió, ha tulajdonképpen úgy tűnik ki, hogy mondjuk esetleg pénze van, több pénze van, mint a többieknek, talán egy kicsit idősebb náluk, egy-két évvel, de azért mégiscsak egy valamilyen társaságban vannak. Ezek velencei nemesek, akik közé bekerült, és ugye hát a darabot láttátok, akkor látjátok, hogy ők a velenceiek, akik éppen mondjuk hadba állnak, tehát hogy van egy kemény véleményük a zsidókról, ahogy egyébként a zsidóknak is a velenceiekről. Tehát ugye ez a kettőség is megvan. Mi bajotok van az orrával? Én még életemben ilyen keveset nem kommunikáltam verbálisan, rendezővel. Tehát egy csomó dolgot nem kellett úgymond kidomálni, mert ami anyagot kaptam, azt ő nyilván pontosan tudta, hogy miért adja, és miért nekem adja. Én pedig ezeket megértettem, és ismétlem szavak nélkül is tudtunk egyértelműen haladni, kommunikálni is. Szóval nem akarok elcsépelni ilyen hangzatos kifejezéseket, hogy barátság, vagy nem is tudom minek nevezem, de az biztos, hogy ezáltal a munka által mi sokkal jobban megismertük egymást, mint két ember, mint hogyha esetleg ennél többször, százszor többet akár beszélgettünk volna, akárhol, egy teraszon, vagy ilyen véletlen találkozások alkalmával. Nem a ruhánynak! Ne dobom! Tudod, apa, én élni akarok, érted? Élni! Olyan vagy, mint anyád, ő is folyton élni akar. Nem vagyok az anyád! Nem, csak olyan. Én tehetek róla. És hogy engedhetek meg ilyet azon? Ezt kérdezd meg tőle, hogy? Én nem akarok zsidó lenni! Nem érdekel, tudja meg egész Velenc, én nem akarok zsidó lenni! Bocsánat, nem szeretnék! Én azt gondolom, hogy ezt nagyon meg tudtam szeretni, ezt a Shylockot, ami azért is fontos nekem, mert a Shylock ebben az előadásban nem az úgynevezett kabzsi zsidó, aki bosszúálló, hanem egy családapa, egy tönkrement családnak áll az élén, és megpróbálja a lányával a lehetetlent. És ez a része túlmutat az eddigi sémákon, amiket a Shylockról általában tudtunk, amiket jól vagy rosszul általában el is szoktak játszani. Tehát gazdagabb lehetőséget kaptam így, hogy a Jessica-val, a lányommal való kapcsolatom sokkal mélyebb lehet. És útja van a lányomnak is. Megy haza az iskolából. A gyerek zsidó. Az. Azt mondja az apjának, az öreg zsidónak, hogy a tanítóma azt mondta nekik az iskolában, hogy a pénz nem volt. Na, kérdi a kis zsidó, a nagy zsidó. De. Igaz-e az édesapám? Hát, ti is így, hogy édesapám, nem? Na, azt mondja az öreg zsidó a kis zsidónak, hogy igaz édesfiam, mert a pénz az tényleg nem boldogít, hanem a kapti.
Nem is ismer. Tudom a régi. Találok. Hát amikor ugye ezeket a vicceket javarészt a János hozta meg, javarészt mi is választottuk, tehát hogy milyenek legyenek. Ez nagyon érdekes, mert szerintem Magyarországon is egy köznapi dologgá vált. Ezt ugye úgy hívják, hogy van ilyen történet, hogy szalon zsidózás például, vagy szalon cigányozás, ami benne van már a köznapjainkban. De amikor ezt a, amikor ugye ez nagyon fontos dolog, tehát én még soha életemben nem öltem, amit Hevér Gáborként, de már színpadon már öltem. Tehát ez, attól ezt még meg lehet csinálni. Tehát az nem egy ördöglakat. Hozni kell egy ilyen történetet, amit megpróbáltunk legfőképpen olyanokká válni, az Antonius, meg az egész társaság, hogy ez ne egy, van közöttünk egy olyan ember, aki egy kicsit ugye ezt az alán játsza, ugye a Graciano, aki egy kicsit azért vehemensebb, és hogyha kell, akkor már ütne is. Amit egyébként mi szeretünk, ilyen is van egyébként, hogy van a társaság, aki egyébként mindenkit széttépne, de nem mi fogunk ütni, majd a Sanyi, vagy a nem tudom én kicsoda, majd ő megy. De finom és durva. De szép és csúnya. Szerény és hiú, lány és fiú, te szélcsend és orkán, tündér és boszorkány, közel és távol, te józanság és mámor, mennyország és haláltábor. Az egész és a fél, és egy egész, aki fél. Én lepődtem meg a legjobban, hogy ő belekerült ebbe a színdarabba, mert ezt a Mavácsi testvérek találták ki, és ők is írták meg. És mivel az ötlet, gondolom, még csak csírájában lehetett meg az olvasópróbán, ezért nem is volt kiírva, nem is volt jelezve senki számára, Katas számára sem. Úgyhogy meglepetésként érte őt is, engem is, hogy az olvasópróba után pár héttel hívták őt, hogy lesz majd egy feladata, és majd hívni fogják. Aztán ugye befordultunk az úgynevezett főpróba hétbe, nagyon-nagyon sok elintéznivaló melon volt magammal, nem olyan tudtam rá figyelni. És akkor kezdtem megdöbbenni, amikor ugye premiéren hallottam a öltözőmbe a kihangosítót, hogy milyen fantasztikus hangok vannak ott a színpadon. És akkor már a következő előadáson volt annyi bátorságom, hogy oldalról végignéztem azt a közel 15 perces jelenetet, amiben ő nagyszerűen benn van. Úgyhogy én nagyon örülök neki, és jó látnom azt, hogy mennyire érzékeny, mennyire talpra esett, milyen végleteket tud bejárni ennyi idő alatt a színpadon, hogyan tud mozgósítani, hogyan beszél, milyen pontosan fogalmaz. És hát szép, ugye? Sokan mondják is. Hát szerintem is. Művészbejáró című videómagazinunk a Velencei Kalmár próbáiról jelentkezett.